Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens irodakomplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel Szállodalánc. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Lakásvásár Atenor csatornán szeretettel köszöntöm Önöket. Mai adásunkban is egészségkímélő műsort csinálunk. Skype-on vagy telefonon kapcsoljuk be a különböző interjú alanyainkat. Lakásokról lesz szó, lakáspiacról. Hogy megy az adásvétel? Előjáróban elmondom, és le is lövöm a poént ezzel, hogy szinte megállt a piac igazából. Na de kapcsoljuk először Budapestet, aztán Győrt, vagy a Váli völgyet is. Budapesten egyik állandó szakértőnk, Holló Szilárd várja a Skype hívásunkat. Szervusz Szilárd, itt is van már a vonalban. Szervusz, Naci, üdvözlöm a nézőket. Köszöntek szeretettel. Na, hogy néz ki a piac most Budapesten? Mindenfelé azt hallani, hogy nagyon megállt igazából az adásvétel. Igen, azt kell mondjam, hogy üzlet szempontjából a maradj otthon, ezt betartják a Budapest és környéki keresők és kínálók. Egy érdekesség egyébként, azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy megállt a piac, de az elmúlt egy hétben azt lehet tapasztalni, hogy érdeklődés van. Nem adták föl az eladási kedv mellett a megbízóink, hogy értékesítik az ingatlanokat, de nyilván azt szeretnék, hogyha fotóról, videóról mutatnánk be ingatlant. Ha valaki a videó és fotó bemutató mellett úgy dönt, hogy érdekli ez az ingatlan, akkor egy személyes bemutatást is végrehajtunk, természetesen mindenféle védőfelszereléssel. Igen, azt lehet hallani, hogy valóban a újságolvasás, illetve hát a net olvasása, a kínálati piac figyelése az változatlan. Valószínűleg azt nézik az érdeklődők, hogy az árak hogyan alakulnak. Én azt tapasztaltam egyébként, hogy olyan 5-10-15%-kal már csökkentek a kínálati árak. Igen, mi is tapasztaljuk azt, hogy a kínálati áraknál, ahol úgymond valamilyen kényszer, és ezt idézelbe mondom, kényszer hatására el kell adni mostanában, tehát van egy új ingatlan, amit már lefoglalóztak, elkészült az új építésű lakás, amit már nagyrészt kifizettek, tehát határidőhöz kötött az eladásuk, akkor hoznak egy kompromisszumot, és olcsóbb áron kínálják az ingatlanokat. De amellett, hogy ilyen 5-10%-os csökkenés van, mondhatom azt is, hogy akár 5-30%-os csökkenés is van, hiszen nagyon sok túlárazott ingatlan volt a piacon, mondjuk másfél-két hónappal ezelőtt még. Igen, és most kell akkor nagyjából helyre kerülni, bár én mindig azt mondtam, hogy a piac diktál, és azt szerint alakulnak az árak. Úgy fogják eladni, amire kereslet vagy vételi szándék van. Így van, hát most a piac azt diktálja, hogy nincs nagyon vevő, és tudnak csemegézni a kínálatból, és aki ajánlatot tesz, az tesz alkut is mellé, tehát nem azt mondom, hogy egy nagyon nyomott kínálat van, de aki vásárolni akar, az tesz ajánlatot, és értve való lehetőséggel, hogy vásároljon. Nagyon kevesen vannak ezt természetes most. Igen, valószínűleg azért is állt meg, mert nagyon sokan számítanak arra, hogy úgyis csökkenni fognak az árak majd, hiszen már csökkentek a kínálati árak, és abból még ugye a tárgyalások során további engedményeket lehet elérni. És ha néhány hónapig tart még ez az állapot, akkor lehet, hogy nyár környékén már egészen nagy mértékben csökkennek az árak. Tehát valószínűleg ez a kivárás most ennek is szól, nem csak annak, hogy járvány esetén vagy idején nem biztos, hogy szeretnek elmenni az emberek egy idegen lakásba találkozni más emberekkel. Részben értek veled egyet, én viszont azt gondolom, hogy most, hogy csökken a kereslet, viszont a kínálat megmaradt, az árak úgymond realizálódnak, tehát mondjuk azt, hogy 30% között fog mozogni a kínálati ár, ez nyilván attól függ, hogy mennyire
sérül az a gazdasági környezet, ahol épp az az ingatlan van. Illetve hát megint csak el kell mondjam, amit már korábban tettem, hogy itt felértékelődnek bizonyos típusú ingatlanok. A komfortfokozat, a műszaki tartalom, a lokáció, magyarul az ellátottsága az ingatlannak. Magyarul azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy lesz olyan ingatlan, ami még föl is értékelődik ebben a helyzetben. Hiszen szinte mindent tud nyújtani a lakosoknak, azoknak az embereknek, akik ott élni akarnak abban az otthonban, abban a lakásban. És van olyan lakás, ami meg nyilván azt tudja nyújtani, hogy föl kell újítani nagyon sok ráfordítással, majd egyszer lesz egy élhető, komfortosabb, új műszaki tartalommal bíró ingatlan. Milyen segítségre számíthat, vagy vágyna mondjuk az ingatlan szakma, a közvetítői szakma is, az államtól. Ugye egy dolgot már meglépett az állam, a rózsdaövezetekben, barnaövezetekben, ugye 5%-ra visszaviszi majd az áfát, ez egy jelentős lehetőség lesz majd, de ez a későbbiekre vonatkozik alapvetően. Hát igen, én azt gondolom, hogy az ingatlan fejlesztésben segít, az egy nagyon jó dolog, de jelenleg szerintem az ingatlan fejlesztésben, ugye nyilván az áfa különbözetről beszélünk, az egy nagy segítség, ha már a barnaövezethez kötünk egy pár gondolatot, azért ott meg kell nézni azt, hogy amiért meg lehet szerezni majd a területet, ott azért elég sok mindent helyre kell állítani, akár talajcsere, bontás, az infrastruktúra, a lokáció fejlesztése, tehát nem csak egy épület, egy lakóépület megépítése ott a fontos, hanem a kiszolgálása annak a lakóépületnek, a parkolók, az iskolák, óvodák, az ellátottság, stb. Tehát ez egy bonyolultabb, hívjuk ingatlan fejlesztői feladat, de egy nagyon jó ösztönző. Az, hogy most az ingatlan közvetítők milyen ösztönzőt kaphatnak, én inkább azt mondanám, hogy az ingatlan közvetítő ma már egy befektetési tanácsadó, hiszen egy fiatal házas, ha vásárol egy ingatlan, akkor nyilván a jövőképben az is van, hogy gyerekek születnek, egy, kettő, három, ki tudja mennyi, és egy bizonyos időre terveznek. Amikor megszületnek a gyerekek, nyilván nagy eséllyel ki is növik azt az ingatlant, tehát ez a befektetés akkor valamilyen hozamot hozzon a befektetőnek, a vásárlónak, annak a fiatal házaspárnak, amikor majd eladja. Mind műszaki dolgokban, mind jogi dolgokban, mind bizonyos akár lakberendezés, vagy bizonyos élethelyzetekben, bizonyos sajátosságokban tud tanácsot adni egy ingatlan közvetítő, ha képzett, ha regisztrált, ha lojális, és egy valós és nem virtuális hívjuk központtal, irodával rendelkezik. Én ezt gondolom, hogy ez a csoport, a regisztrált ingatlan közvetítő az, aki tud segíteni ma, holnap, holnap után, akár 10 év múlva is, és ezt tette az elmúlt pár évben is az ügyfelekkel. Az állam pedig azt hiszem azzal tud a leginkább segíteni az ingatlanosoknak is, hogyha megvédi a munkahelyeket, esetleg újakat teremt, és a fogyasztást tudja majd valamilyen formában növelni, mert az nyilván majd az ingatlanok iránti keresletet is el tudja indítani. Hát igen, valamilyen ösztönző, én azt gondolom, minden szegmensben hasznos, hiszen nekünk amellett, hogy nincsen folyamatos üzletkötésünk most ebben a kívül veszélyi helyzetben, a rezsiköltségeink megvannak. Nagyrészt ingatlan közvetítők áfakötelezettek, tehát ebben a szegmensben könnyítés nagyon nem történt, tehát rezsifizetésünk van. Viszont ha megnézzük, ez a befektetési tanácsadás, mint ingatlan közvetítő, aki összehoz egy jogügyletet, valójában kétféle bevételi forrás teremt az állam részére, egy az illeték fizetés, egy a SZIA fizetés az eladás után. Én azt gondolom, hogy szükség van egy ilyen befektetési tanácsadó hálózatra, egy ingatlan közvetítőre ebben az országban. Szóval még egy nagyon fontos információ. Tudom tőled, hogy most nyitottatok nemrégiben egy új irodát. Azt hiszem, ez némi merészség, de valószínűleg aki mer, az nyer, és valószínűleg ilyenkor kell előre menni, amikor válság van. Mi is így gondoljuk, ha nem is az előre menés, vagy a törtetés a cél, hanem az, hogy olyan helyeken, ahol úgy nagyjából sejtjük azt, hogy mozogni fog a piac, és folyamatos kereslet és kínálat lesz, azokon a területeken mi most meg fogunk jelenni, nem csak ebben az egy irodával, több irodával. Nagyon sok kollega jelentkezett hozzánk, aki egy maga dolgozott eddig, a rezsiterheket nagyon nehezen viseli, viszont dolgozni szeretne ebbe az a szakmában. Sokan kerestek meg bennünket nagyobb irodahálózatoktól is, hogy szeretnének kisebb rezsivel dolgozni,
Dolgozunk azon, hogy minél több helyen jelen legyünk, és tudjunk segíteni, és nagyon jó partnerek lehessünk ezen a piacon. Igen, csak azért emeltem ki pozitív példaként, mert ugye ilyenkor hát elég sokan mennek tönkre, zárják be a boltot, ti meg éppen újat nyitottatok, úgyhogy ez is egy filozófia, egy üzleti filozófia. Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, további jó munkát köszönöm. És jó egészséget. Szervusz, Szilárd! Szervusz! Tartsak továbbra is velünk, mert most egy budapesti építkezésre látogatunk el. Olyan, hogy működik most, mi az érdeklődés az új lakások iránt? Kanon Ildikó, a Crown Gardens értékesítés és marketing vezetője van a Skype-on a másik végén. Szervusz, Ildikó! Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Arról kérdezzek téged, hogy előbb hallottuk a használt lakáspiacot, hogy ott mi a helyzet, megállt a piac. Te viszont új értékesítésű lakásokkal, új lakásokkal foglalkozol. Mi a helyzet nálatok? Ugye már eladtátok azért az ömét, de hogy néz ki most az új lakáspiac? Nekünk már nem nagyon van, tehát nincs olyan borzasztó nagy portfóliónk, ugye hát mi a nagy részét értékesítettük, mint hogy azt mondottad volt. Nálunk azért nem állt meg. Most derül ki egyébként, hogy kinek van, hát hogy finoman fogalmazza, kinek van félretett pénze. Tudod, ez a szivarzseppénz, tudod? Igen. Mert akkor ők most azért így feljöttek a felszínre, és akkor próbálnak nézegetni, megvásárolni, de alapvetően, hogyha az átlagról beszélünk, akitől ugye eddig vártuk az eladásokat, vagy az értékesítéseket, hát azért azt mondom, hogy azért az teljesen természetesen megcsapant. Nem feltétlenül vannak egyébként ennek anyagi összefüggései. Nyilván az is, de inkább a bizonytalanság, én úgy hiszem. Arra is számítanak esetleg, hogy most az árak viszonylag magasan vannak még, hiszen most rendeződnek talán, és majd egy picit csökkenni fognak, vagy nem is picit talán. Én azt gondolom, hogy ez józan paraszti gondolkodás, tehát hogyha valaki ebben bízik, akkor azt jól teszi. Nem gondolom, hogy az új építési ingatlanokra ez olyan nagyon jellemző lenne, hiszen van egy bekerülési költség, ami mindenképpen jelen van. Teljesen természetesen valamit nyilván lehet alkudni. Itt azért két részre bontanám az új építésű projekteket, vagy inkább magukat az ingatlanokat. Beszéljünk azokról a projektekről, amelyek készen vannak, és ugye maradt 1-2-10 bár akárhány lakás, már a kész használatba vételi engedéllyel rendelkező épületben, azokat könnyebb lealkudni. És könnyebben is meg akar tőle szabadulni a befektető, hiszen fizeti utána a járulékos költségeket. És vannak azok az építkezések, amelyeket még nem fejeztek be, az megint egy más tészta, ott nyilván kevésbé lehet alkudni, biztos vagyok ebben. Igen, sőt, ugye most fontos az 5 meg a 27%-os áfának a jelenléte, bár igazából ezt a magánvásárló nem érzi, mert egy bruttó árat kap úgyis. Én így, úgy hiszem, hogy ez így is marad. Ez már az előző áfa változásnál sem volt szignifikáns, ezt akkor szeretik a befektetők bevetni. De az első példámnál, amikor ki akarja már pörgetni a lakásokat, vagy ha éppen olyan szorult helyzetben van, de még egyszer mondom, hogy azért van egy olyan alapköltség, egy bekerülési költség, valamint fel kell tartani az irodát, stb. Tehát, vagy fenn kell tartani, tehát azért ez nem egy olyan borzasztóan alkuképes dolog, nyilván van egy minimális. Hát meg a nyerességről sem akar lemondani nyilvánvalóan. Te hogy látod a piacot? Nem elegáns ezt most szóba hozni. De ez tény. Jó, viszont hogy látod egy percben az új lakásépítésnek a közeljövőjét? És az értékesítés, főleg az értékesítési területen. A lakásokat el kell adni. Ez változni nem fog. Én úgy hiszem, hogy a maga az értékesítés, tehát a marketinget egy picit meg fogják majd nyomni, hogyha jobb lesz a helyzet. Én nem vagyok sem orvos, sem pedig virológus, de én úgy hiszem, hogy az elkövetkezendő 12 hónap azért itt a rehabilitációval fog telni, sőt inkább 20-at mondani. Megnézzük, hogy milyen lesz ennek a kifutása. Értékesíteni mindenki akar. Tehát maga az értékesítés úgy hiszem, hogy nem állt meg. Itt annyi van, hogy a vevő éppen hajlandó-e személyesen vásárolni, vagy nem. Mert ugye azért ingatlant nem tudunk Skype-on értékesíteni, tehát ott kell lenni, vagy ügyvéd előtt, vagy közérdőtök, minden, satra.
mindenki el akarja adni, amit fölépített. Tehát ez nem Világos, kérdés. csak meg kell találni a megfelelő vevőt hozzá. Ez működik. Egyébként az építőipar működik. Tehát én kint vagyok a telken, vagy az építési területen, héten kétszer-háromszor, ugyanúgy járok be az irodámba, most nyilván ez egy speciális helyzet, hogy éppen itthon vagyok, de ez a szegmense a piacnak, ez működik, és úgy hiszem, hogy ez egészen addig, amíg nem lesz egy következő vagy más kormányrendelet, ez így is fog működni. Így van, az év a szállítás jelentése is erről szól, hogy gyakorlatilag 20%-os csökkenés van csak az építőiparban, ami nem olyan rossz arány. Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, további jó munkát és jó egészséget kívánok. Szervusz! Köszönöm! Szia! Köszönöm, viszont van. Maradjanak velünk, mert a körkapcsolásunk következő állomása Győr lesz. Győrből kapcsoljuk most Keresztény Dezső ingatlan szakértőt. Szervusz, Dezső! Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket is. Kíváncsi vagyok arra, hogy Budapest után, ahol hallottuk azt, hogy nem túlzottan erős az adásvétel lakások tekintetében, mi a helyzet Győrben? Hát adásvételek tekintetében, meg bérleti szerződés kötések tekintetében azt hiszem az országban olyan szempontból egységes az eljárás, hogy sehol nem működik most az ingatlan piac. Olyan minimális számban vannak értékesítések, amelyek piacnak kimondottan nem nevezhetők, inkább kényszerintézkedéseknek. Ugye maga az ingatlan piac és maga az építőipar, lakásépítés, az többször beszéltünk róla, hogy eltér a más piaci szereplőktől, mert sokkal lassabban tud reagálni különböző dolgokra. Itt folyamatban lévő építkezések vannak, azok a lakásépítések egyébként folyamatban vannak és mennek a városba, de az új építéseknek az indításával mindenki kivár. Értékre vonatkozóan annyit tudok elmondani, hogy a több szakértővel beszélve korábban azt nyilatkozták még egy másfél nappal ezelőtt, hogy érték csökkenése nem, de stagnáló értékre számítanak, most már azt mondják, hogy egy 10-15% közötti értékcsökkenésre is sor kerülhet, attól függ, milyen mértékben húzódik el. Hozzátéve, hogy akik lennének vevők, azoknál a banki hitel bírálatok is leálltak, vagy legalábbis olyan lassan mennek, hogy egyszerűen képtelenek belépni a piacra a már folyamatban lévő szerződések vagy megállapodásoknál is a szereplők. Tehát elég nagy a visszaesés. Bocsáss meg, ez az árcsökkenés, ez mikorra várható szerinted? Szerintem, amint valamit el akarnak adni, akkor kénytelenek lesznek alacsonyabb értéken. Tehát pillanatnyilag még inkább nulla a forgalom, tehát még nem engedtek belőle, de hiába engednének, mert mondom, a többségében, akik vevők lennének, azok most már nem befektetők, hanem akiknek ténylegesen lakás kell, viszont azoknál hitel valamilyen formája támogatott, vagy nem támogatott, de hitel szükséges, és a hitelezés pillanatnyilag áll, mert bizonytalan a bank természetes abban, hogy a jövedelmek azok mennyire garantáltak a hitelfelvevőnél. Győr ugye az egyik legdrágább város Budapest után. Igen. Ugye azt mondják, hogy most egy picit talán reálisabb árak jöhetnek, bár én erre mindig azt mondom, hogy a piac dönti el, tehát ha van kereslet, igény arra az ára, akkor meg fogják venni, akkor el fog azon kelni. De azt mondják, hogy egy picit most reálisabbak lesznek az árak, vagy Győrben mit vársz? Hát azt látom, hogy ugye magánál az Audinál is, és az Audihoz csatlakozó cégeknél, akiknek meghatározó szerepük van azért Győrben a lakáspiacra is, mert a dolgozók, akik ide jönnek, ugye azok egy idő után egy darabig bérelnek, de egy idő után azért vennének. A szerződéses dolgozóknál nem véglegesítik őket, amikor már megvennék a bérelt lakást, hanem fölmondanak nekik. Tehát van egy elég jelentős leépülés, és ez óhatatlanul, tehát azért a lakáspiacra nagyon nagy hatással voltak azok a ipari üzemekben dolgozó emberek, akik különböző ország részekből ide települtek. Most egyetlen egy dologra bizakodnak, hogy elég soknak haza kellett jönni, elég sok embernek haza kellett jönni nyugatról, tehát különböző országokból, és nem biztos, hogy vissza tudnak, vagy vissza akarnak menni, és azok esetleg valamit majd lendítenek a lakáspiacon, mert azoknak a lakásuk már vagy eladták korábban, vagy tartósan bérbe adták, tehát azoknak valamilyen lakhatási feltételre szükségük van. Most ebbe bíznak a bérlőknél is,
Hát én foglalkozom az Audi által bérbe vett, tehát nem a dolgozók, hanem a cég által bérbe vett lakásoknál a visszaadási kérdésekkel, és mint szakértő, és abba bíznak azoknak, akiknél felmondták a bérleti jogviszonyt, hogy esetleg külföldről hazajövő emberek bérbe veszik ezeket a nagy értékű ingatlanokat, amelyekben azért komoly bérleti díjakat lehetett szedni az Audi részéről. Világos. Ez ugye emelte az egyéb piaci bérlakásoknak a bérleti díját is. Most ez vissza fog esni. Tehát ez, én magán a bérleti díjaknál, különösen ott, ahol házakat akarnak bérbeadni, ott 30%-ra legalább becsülöm azt a visszaesést, ami a bevételeknél, tehát a bérbeadási díjaknál megjelenhet. Hát ahogy ez Budapesten is tapasztalható, ugye a rövidtávú lakásbérletek esetében ugye az teljesen megszűnt, és ez magával nyomta lefelé az árakat, mert már 80-100 000 forintért lehet Budapesten bérelni jó minőségű lakásokat a belvárosban is akár. Győrben mennyire lehet? Még egy gyors kérdés. Hát a lakások esetében hasonló a helyzet, tehát ez a 80-90 000 forint az, ami egy átlagos jónak mondott, de átlagos helyen és átlagos fekvési lakás esetében megjelenhet életi díjként. Még a piacon megjelennek megítélésem szerint túlzott hirdetések, de ezek nagyon hamar el fognak tűnni a hirdetésekből is, mert ha ilyen 150-180 000 forintokat akarnak kérni olyan lakásért, ami egy belváros ide 60 négyzetméter, szóval ilyenek, ezek irreálisak, ezekből világos. Ezekről vissza kell lépni, tehát, de nem, soha nem az ilyen kiugró ideális dolgok voltak a ingatlan piacon. Így van, így van. Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkeztél Győrből. Maradjanak velünk, mert most a Váli Völgybe kapcsolunk majd. Dezső, köszönöm szépen, jó egészséget, jó munkát, szervusz! Köszönöm, hasonlókat kívánok mindenkinek, vírusmentes időszakokat. Szervusz, következik a Váli Völgy. És most a Váli Völgybe kapcsolunk. Korompai Rita ingatlan közvetítőt köszöntöm szeretettel Skype-on. Kezdjét csokolom. Hallottuk az elmúlt percekben Budapestet, Győrt, új lakás, használt lakás, ugye Váli Völgy egy kis térség. Mi a helyzet ott? Hogy néz ki az adásvétel, a lakások, házak adásvétel? Hát főleg házakról beszélünk ott abban a térségben. Válivölgyről annyit tudok most mesélni, hogy miután ugye kijött a karantén rendelet, itt is volt egy megtorpanás. Volt egy ijedelem, az emberek nem tudták, hogy mi legyen, hogy legyen. Aztán most láttam, hogy ilyen másfél hónap, lassan másfél hónap múlva, hogy a muszáj az nagyobb. Tehát akinek el kell adni az ingatlant, mert már adásvételi szerződés kötött, az vásárolni fog, és az jön hazánk keres. Akinek ki kell költözni, mert már van aláírt adásvételi szerződés, az is keres. És akiknek ki akarják használni azt, hogy azt nem tudik, hogy esnek az ára, az is keresnek. A mutatások nehezebbek. Úgy hallottam, hogy önnek is sikerült az utóbbi napokban egy adásvételt lebonyolítania. Igen. Hál' Istennek kollégával ilyen keresztértékesítésre hálózat felül együttműködés volt. Neki volt egy vevője, akinek muszáj volt költözni nekünk az eladók, meg nem zárkózott el tőle. Sőt, nagyon örült, mert hogy azt mondta, hogy inkább most adja el, mint hogy megvárja, hogy jobban essenek az ára. Mennyire estek már az árak? Ugye a kínálati árak gondolom már picit lejjebb mentek, és az alku még csak utána következik, ugye ott is? Itt nálunk kevésbé. Van olyan tulajdonos, aki visszavonta az ingatlant, és azt mondta, hogy hát végig is már egy kicsit megnézi, hogy mi lesz. Van olyan, aki engedett nagyjából olyan 1 millió forint környékén. Van olyan, aki jelezte, hogy ha esetleg jön érdeklődő, akkor mondhatom, hogy van alku. Jobban érezzük ezt Pesthez közel, mindig közelebb megyünk Budapesthez, annál jobban érezzük azt, hogy engedtek tulajdonosok. Mire számít a járványt és a válságot követően, vagy a járványt követően, de a válság időszakban árcsökken? Milyen árcsökkenésre számít? Most én konstant azt tudom mondani, hogy azt látom, hogy 1-2 millió forintokat engednek. Mennyiből? Mi a kiindulási alap? Hogy azt tudom, hogy minden, mert van ilyen árfigyelme, amit általában beállítunk maguknak a környékre, nem csak a saját ingatlanjainkra, és akkor mindenit azt láttam, hogy elkezdtek ilyen 1-2 millió forintokat engedni, abból, ami a hirdetési ár volt. Milyen áron? Igen, mondja.
Csak azt mondom, hogy ez egy 80 millió forintnál nem akkora tétel az, hogy most lement 79-be, de akkor is egy szándékot jelez. Amikor 22-ből engednek 21-re, az ugye százalékosan több, de nagyjából ugye azt látom, hogy ilyen 1-1 milliókat dobáltak le az ingatlanok maguktól. Ez nagyon érdekes, mert valóban nem mindegy, hogy 22-ről jön le egy, vagy 80-ról jön le egy. Igen. Milyen árak jellemzők most a térségben röviden még? A mostani helyzet, és aztán mi várható majd? Miután én azt gondolom, hogy egy kicsit a saját térségünk fele, hogy itt haza beszélek, hogy nekünk most az, hogyha Budapestnek rossz, az nekünk most éppen megint azt mondom, hogy jó lesz, mert akik ülnek a négy fal között és úgy vannak bezárva, lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy nálunk itt a környéken a házban, a kertben bezárva sokkal kényelmesebb bezárva lenni. Szerintem felértékelődni egy kicsit ez a kis kertmunkás, és itt azért tud magának zöldséget, gyümölcsöt akármit megtermelni, ahogy akar, és még mindig beér 5 percen belül Budapestre. Úgyhogy nem nagyon hiszem, hogy éppen azt mondom, hogy most valósítókos település is van nálunk, és nem találunk házat, hogy élnek. Itt rohangálunk félre, pénze megvan hozzá, és nem találunk nekünk hatlan. Igen, nagyon átalakulhatnak a szokások, a lakhatási és az életszokások, azt gondolom. Rita, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre állt, további jó munkát, sikeres üzletkötéseket, és jó egészséget. Kezét csokkolom, köszönöm szépen. Jó. Köszönöm. Kezét csokkolom. Köszönöm a figyelmet, ez volt mára a lakásvásár. Újabb adással egy hét múlva jelentkezünk. Tartsak addig is a hatos csatornával, kiváló műsorok vannak. Jó szórakozást a többi műsorhoz is, például a Kívánság műsorhoz, Tóth Évával és Löbben Győzővel, ami utánunk következik. Egy hét múlva ismét találkozunk, a viszontlátásra. Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens irodakomplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel szállodalánc. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu